Hadd kérdezzem meg azt, hogy a tavalyi ifjúsági konferencián ki volt itt közületek Győrben. Emlékeztek még rá, hogy hogy kezdődött? Úgyhogy Samu nem ért ide. Ma reggel fölhívott Sanyi, és megkérdezte, hogy hóhelyzetre való tekintettel nem mondjuk el a konferenciát. Én akkor még csak a havatlapát voltam kint a kerítés előtt, alig kaptam levegőt, és aztán mondom neki, hogy nem mondjuk le, aki jön, jön, aki nem, az sajnálhatja, hogy nem volt itt. Aztán közben volt egy nem fogadott hívásom, visszahívtam Barbarics Péter presbiter társamat Szentendréről, mondja, hogy egy barátja itt dekkol az autópályán éjfél óta, kéne neki valami segítség. Aztán kaptam egy telefonszámot, fölhívtam számomra teljesen ismeretlen embert, és hát mondtam, hogy ha kell segíteni, akkor megyek és segítek. Akkor még nem tudtam, hogy tőlünk 500 méterre már forgatják vissza az autókat, és nem lehet kimenni a városból sem. Aztán szó-szót követett, tett-tett-tett, mi otthon készülődtünk, aztán egyszer csak megint megszólalt a telefon, és mondja Robi, hogy most vágják át a szalagkorlátot a pályán, kéne neki szállást foglalni. Mondtam, hogy a szállás kész van,
12-en aludnának nálunk ma az éjszaka, az eredeti tervek szerint, attól tartok, hogy nem fog megérkezni mindenki, van még 3 hely minden további nélkül. Aztán utána kezdtem gondolkodni, hogy múlt vasárnap délelőtt, amikor az ima közösségben együtt voltunk, az egyik legidősebb tagunk, a hölgyek között, az ott lévők között a legidősebb, mondja, hogy hallgatott előző este egy bizonyságtételt a neten, és nagyon megindította egy polgármesternek a története. Aztán úgy kezdett összeállni a kép. És most itt van közöttünk Robi, üdvözlünk téged. Tudni kell róla, hogy polgármesterként éli az életét, és ezelőtt 31 néhány órával még Dél-Afrikában volt. És éppen Győr mellett kellett megállni neki, hiszem, hogy nem véletlenül. Aztán van olyan, éppen Nóri, aki az előbb játszott, aki reggel még Madridban volt, és ő is itt van. És vannak olyanok, akik nem tudom, hogy hazaértek-e tegnap délután 5-től, akik Budapestről indultak Győrbe, még nem kaptam hírt, hogy itthon lennének. Isten útjai valóban kifürkészhetetlenek, és hiszem azt, hogy Isten üzenni akar nekünk ezen a mai napon. Úgyhogy kérünk, Robi, hogy gyere, amit Isten rád bízott, mondd el nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy összegyűlhetünk a Te nevedben, hogy itt vagy közöttünk. Segítségül hívunk Téged, hogy alázatos szívvel leborulhassunk előtted, és meghallhassuk azt az üzenetet, amelyet ma elkészítettél a számunkra. Olyan jó, Úr Jézus, hogy a Te harcosaidnak lenni nem könnyű dolog, bár tudjuk, hogyha Te vagy a fővezérünk, akkor Te vezetsz bennünket. És valóban igaz, hogyha az utunk repülőgépen tart idáig, akkor is velünk vagy, hogyha pedig úton, nehézségek között vezetsz bennünket, akkor is oda tudsz küldeni, ahová mennünk kell, hogyha mi engedelmes katonáid vagyunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy itt lehetünk, hogy akit idehoztál, annak itt kell lennie, de könyörgünk azokért is, akik most az úton vannak, a hófogságában rakadtak, Urunk, hogy ahogy bennünket kimentettél, Urunk, a rabságból, őket is ments ki, Úr Jézus, a Te nagy nevedért, hogy megismerhessenek Téged, hogy az életük dicsőítsen Téged. Áldalak, magasztallak azért, hogy elkészítetted ezt az alkalmat is. Köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk. Kérlek, Urunk, hogy maradj is itt velünk, ne csak most, hanem egész életünkön át, hogy ne csak a gitárral, az énekkel, hanem az egész életünkkel tudjunk Téged dicsőíteni a drága nagy nevedért. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, és valóban igaz, hogy este leszállt a repülőgépünk, Dubajból jöttünk, barátaimmal, Cserna Gábor operatőr barátommal és feleségemmel Ágival. Egy dél-afrikai misszióban voltunk a zuluk között. Nagyon sok mindenre tanított Isten. Megéreztük a mennynek a földi ízét, valóban igaz, szó szerint értsétek, amit mondok. És olyan jó volt látni, hogy és amit Isten bennem is erősített, meg mindannyiunkban 13-an voltunk egy delegációban, és még 10 ott maradtak kint, csak nekünk haza kellett jönnünk, valószínűleg az, hogy itt lehessünk most. De megláttuk azt, hogy milyen csodálatos, amikor a hit nem csak elmélet egy ember életében, hanem gyakorlat. Amikor este későn odaérkeztünk, nagyon-nagyon hosszú út után Dél-Afrikába, 12 órát kellett a dubai reptéren várni, és az első megdöbbentő számomra az volt, az a szeretet, ahogy fogadtak bennünket. Az a kedvesség, az az őszinte szeretet, hogy de jó, hogy itt vagytok. És vizsgáld meg te is magadat, az életedet, hogy tudsz-e így viszonyulni a másikhoz. De jó, hogy eljöttél. De jó, hogy itt vagy. És nem azt, hogy kapni akarok, hanem mi az, amit én viszek ajándékként neki. És tudjátok, az volt a döbbenet, amikor egyik este sétáltunk ebben a misszióban, majd lehet, hogy még erről beszélek, hogy egyszer csak ebben a misszióban, ebben a nagy misszióban, ahol voltunk, a Kwashisabantu misszióban, hallunk éneket. És megyünk oda, és hát esti 7 órás igehirdetés. Zulu ének. Egyszerre 4 szólamba. Hát mondtam, hát ez a menny. Aztán kiderül, hogy mit jelent az, hogy zulu. Menj. A mennyet jelenti.
az, hogy zulu. És amikor meghalljuk a zulu éneket, akkor úgy érzem, hogy hát ez a menny. És milyen lehet a menny, hogy a föld emberek így tudnak énekelni. Aztán másnap jövünk a kis boltból, ahol vettünk valami kis ennivalót, és halljuk, hogy énekelnek. És ugyanezt. Oda megyünk, és férfiak tisztítják az ablakot. És négy szólamba énekelnek. Hát megdöbbentő volt. Másik nap egy nagy konferencián voltunk, egy világkonferencián, és megyek, és asszonyok állnak egy csoportba, és tudjátok, mire vártak? Hogy sorra kerüljenek a toaletten, és négy szólamba énekeltek az Úrnak. Hogy a te életed énekel az Úrnak? Ez a kérdés, ez a ma kérdése, kedves barátok, hogy a te életed énekel az Úrnak, amikor a toaletre mész, amikor az ablakot tisztítod, amikor főzöl, amikor vendégül látsz valakit, a te életed énekel az Úrnak. Mert az az igaz Isten tisztelet, amikor hétfőtől szombatig éled a Krisztust, az az igazi Isten tisztelet, kedves barátom, ahol vagy, sok fiatal van közöttünk. Az iskola padban, amikor nem puskázol, amikor készülsz az órára, az az igazi Isten tisztelet. Amit majd vasárnap megkoronázol azáltal, hogy eljössz a gyülekezetedbe, és fölállva énekelsz a száddal az Úrnak, meg a szíveddel. De Isten azt akarja, hogy a hétköznapok cselekvő hite legyen számodra az igazi Isten tisztelet. Meg a háladás, hogy kimentett abból a mocskos, bűnös életedből, mint ahogy bennünk is, a mi életünkben is, ott van a ma reggeli háladás, és hogy Uram, Uram, nem tudjuk, hogy miért kerültünk a hófogságába, 12 oroszát, miért kellett itt állni, de köszönjük, Urunk, és köszönjük, hogy nem kell nekünk arra a pöcre indulni, amit az ördög pöccinget bennünk. Mert azt akarja, hogy háborogj, zsörtölődj. Én azt mondtam barátaimmal, Gáborra és a felesége Ágival, nem adjuk meg az ördögnek azt, hogy ő most boldog legyen azért, hogy mi zsörtölődünk. Hogy mi háborgunk azért, hogy a hófogságban vagyunk, mert Isten pontosan tudja, hogy miért kellett itt lennünk, és még mi nem tudtuk, hogy itt fogunk állni ma előttetek. Nem tudtuk. Egy nappal ezelőtt még Dubajban voltunk, 32 fok melegbe. 3 nappal ezelőtt még Dél-Afrikában, barátom még tegnap is Dél-Afrikában volt, vagy tegnap előtt is a melegben, és most itt vagyunk a hó rapságában, fogságában, de kedves barátaim, az nem jelenti azt, hogy ma a hófogságában vagy, hogy az hiába való lenne az életedben, hanem az a kérdés, hogy föl tudsz-e a Krisztusra nézni, és hozzá tudsz-e kiáltani. Uram, mint ahogy mi ma reggel kiáltottunk hozzá, Uram, mi itt vagyunk a kocsiban, nem tudjunk, hogy miért kell itt lenni már 10 órája, de kérlek, Uram, ha akarod, akkor ments ki bennünket innen. És én nem beszéltem Attillával, nem beszéltem az ő barátjával, Barbarics Petivel sem. Én nem kértem földi embertől segítséget, de Isten pontosan látta azt, hogy mire van szükségünk. És ő pontosan látja, hogy mire van neked is szükséged. Elsősorban rá van szükséged, kedves barátom. Elsősorban arra van szükséged, hogy a te gondodat, az életedet, az utadat rábízd. És ha neked a hófogságába kell lenned, akkor azért is adj hálát. Mert Istennek azzal is célja van. És nem mindig az a happy élet, hogy minden jó megy körülötted. Mert ott van a fölírat, láss a dolgok mögé. Hogy ne arra tekints, amiben most vagy abban a nyomorúságban, hanem arra tekints, hogy az Úr egy nyomorúság fölött is Úr. Arra tekints, hogy aki engedte az életedbe a nyomorúságot, az, amikor hozzá kiáltasz, ki is tud abból menteni. Mi a te nyomorúságod, kedves barátom? Te látod. A kényelmed. A világ. Mi a te nyomorúságod, kedves barátom?
Te tudod csak. Vizsgáld meg magad. Nem lehet harcos valaki úgy, hogy nem szembesül önmagával. Nem lehet valaki úgy harcos, hogy ő maga dönti el, hogy mikor, melyik csatába megy. Nem. A harcosnak van egy vezére. És a harcosnak engedelmeskedni kell ennek a vezérnek. És erről szeretnék ma nektek beszélni. És igen, kedves barátaim, van úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Én rajtam a tegnap előtti ruha van, csapzott vagyok, koszos vagyok, büdös már nem vagyok, mert megfürödtem Attiláéknál. Nem mondom azt, hogy friss vagyok, de Isten a harcosnak nem ígéri, hogy nem lesz koszos a ruhája. Isten nem ígéri a harcosának, hogy mindig parfüm illata lesz. Azt sem ígéri Isten, hogy mindig kipihent lesz. Nem ígéri ilyet Isten. Azt ígéri, hogy a harcban, ha te vele harcolsz, nem szembe vele, egymás mellett haladva, vagy engedve, hogy ő haladjon előtted, akkor ő megállt téged. Akkor ami szükséges a te életedhez, mindent megad, de azt kéri tőled Isten. Ne magadból indulj ki. Ha te magadból indulsz ki, hogy Uram, én csak ezt tudom megcsinálni, én ehhez a matekhoz hülye vagyok, én az angolhoz hülye vagyok, akkor az is maradsz. De hogyha engeded, hogy Isten vezessen téged, ha rábízod az utadat, Uram, én ehhez valóban hülye vagyok, elnézést. Én ehhez valóban nincs tehetségem, én ehhez nem értek, én ezt nem tudom. Uram, de legyen meg a te akaratod, és én megyek, és engedelmeskedek neked, akkor áldás lesz belőle. Akkor nem maradsz az, ami ma vagy. De Isten azt akarja, hogy nyisd ki előtte a szívedet. Nyisd ki előtte a szívedet, a kezedet, mert Isten olyan sok ajándékot eltervez ennek a világnak, köztük neked meg nekem. Vannak olyan kincsek Isten országába, amelyek nem úgy hullanak, mint a manna, hogy kérés nélkül minden reggelre oda ér a földre. Nem? Vannak olyan kincsek, vannak olyan ajándékok, amelyeket Isten kérésre ad. Olyan ajándékok vannak Isten országába, amelynél Isten azt nézi, hogy mi van a szívedben. Üres-e már a szíved, hogy befogadhassd az ő ajándékát, meg ki tudod-e tárni neki a kezedet, hogy betöltse azt. De a te kezed, a te szíved a világgal van tele, az élvezettel, a kényelemmel, a saját magad akaratával, ott Isten már nem tölt rá. Vagy ha csak rátölt, akkor lesz olyan félig meddig valami kis Isten bizonyságod. De nem leszel harcos és nem leszel katona, és lássátok ezt a világot. Ennek a világnak harcosokra és katonákra van szüksége, és nem számít, hogy te fiatal vagy. Nem számít, hogy általános iskolás vagy, középiskolás vagy, főiskolás vagy, fiatal vagy. Azt se számít, hogy nincs diplomád, semmit nem érdekli Isten. Azt érdekli, szíved nála van-e? Kérdezzek én, kedves barátom, nála van-e a szíved? Mert az, hogy eljössz a baptista gyülekezetbe, nagyon-nagyon jó dolog. Az, hogy itt vagy, hogy dicsőíted énekkel, zenével Istent, nagyon-nagyon jó dolog. Isten ez ellen nem tiltakozik. De annak, akinek van egy baptista gyülekezete, vagy lehet akármilyen más gyülekezete, lehet katolikus, református, az még nem jelenti azt, hogy Isten gyermeke. Isten gyermeke csak az lehet, aki odaadja a szívét neki. Nem templomba járás függő a dolog. Attól, hogy eljárunk vasárnapról vasárnapra, még nem jelenti az, hogy mi az Úré vagyunk. Nemrégiben tartottam egy előadást, és oda jött egy fiú, sírva, kisírt szemekkel, és én csak azt kérdeztem tőle, van-e neked örök életed? És azt mondta ez a fiú, azt hitte eddig, hogy van. És elkezdtünk beszélgetni, és azt mondta, hogy hát ő majdnem mondta, melyik városba, egy gyülekezetbe a dicsőítő csoport vezetője. És mondom, hát ő azt hitte, hogy ő attól, hogy a dicsőítő csoport vezetője, attól már örök élete van, és rájött abból az előadásból, amit tőlem hallott meg, amit két nappal egy másik lelkipásztortól, és összeborult benne a világi élete, hogy ő ott úgy gondolta, hogy Isten kezébe van. És rájött arra, hogy nem. És megkérdeztem, hogy akkor most mi a teendőd?
azt mondta, hogy rendezni az életemet a Krisztussal. Igen. Ez a teendője mindenkinek. Odaadni a szívét, az életét a Krisztusnak. Ez egyszeri és megismételhetetlen. És utána minden nap belesimulni az ő tenyerébe. Uram, legyen úgy, ahogy ma te akarod. Köszönöm, hogy fölébredhettem, köszönöm, hogy kinyithattam a szememet, hogy él a családom, élek én, dobog a szívem, de legyen meg ma is a te akaratod az én életemben. Te vezess ma is. Látod, dolgozatot írok, látod, hogy nagyon nehéz ez a tantárgy, látod, hogy olyan reménytelennek tűnik ez a nap, de legyen meg ma is a te akaratod. Ha nála van a szíved, akkor ő vezet téged. Lehet, hogy a hófogságába kerülsz, de a javadra válik. Lehet, hogy a hófogságába kerülsz, lehet, hogy más fogságába kerülsz, de Isten az övéit kimenti onnan. Mi van a te szívedben? Mi tart téged fogva? Ez a ma kérdése. Mert nem lehet harcos valaki, akit a világ tart fogva. Akit mondjuk a szexualitás tart fogva. Akit az élvezet tart fogva. Akiket a zene, a rock tart fogva. Akit a barátai tartanak fogva. Az nem lehet Isten katonája. Isten katonájának szabadnak kell lenni arra, hogy a fővezért szolgálja. Katona vagy-e már? Ez a ma kérdése. Besoroztattál-e már Isten hadseregébe? Nem számít, Isten országában lehetnek a nők is katonák. Nehogy valaki azt mondja, hát ez nem rám vonatkozik. Mint egyszer egy előadást tartottam, és oda jön egy asszonyság, hogy hát polgármester úr, maga olyan sok okos dolgot mondott, de hát ez nem rám vonatkozik. Hát mondom, asszonyom, kire vonatkozik Isten igéje, nem arra, aki hallja. Hát a férjemre. És mondom, hol a férje? Hát otthon nézi a meccset. Hát mondom, akkor tényleg nem magára vonatkozik, hanem a férjére. Ugye, te nem vagy ezek, nem vagy ilyen, mint ez az asszony. Isten igéje, Isten üzenete mindig neked szól. Face to face. Neked szól. Neked akarja elmondani, hogy te vagy az az ember. Te vagy az az ember, akinek ma üzenni akar. Olvasod-e a haditervet az életedre vonatkozóan? Itt van benne. Ez a haditerv. Mindenki nem tudja a haditervet, csak Isten katonája tudhatja, hogyha olvassa. Hogyha megadta magát a vezérnek. És erről a harcosról szeretnék ma nektek beszélni. Mikor megláttam ezt az igét, hogy harcold meg a hitnemes harcát, akkor értettem, hogy Timóteus, hát drága tanítvány. És mégis mit mond neki Pál apostol? Én nem az 1 Timóteusról szeretnék beszélni nektek, hanem a 2 Timóteus 2-ről. Mit mond Pál apostol ennek a 15 éve tanítványa Timóteusnak? Megdöbbentő volt számomra, amikor megtudtam, hogy amikor ezt az üzenetet mondja Pál Timóteusnak, akkor már Timóteus 15 éve a tanítványa. És ezt mondja neki. Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, akit ő harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Fontold meg, amit mondok, mert az Úr megértést ad majd néked mindenben. Ez az Istennek az igéje. Azért irrattatott meg, hogy aki beleolvas ebbe a titkos tervbe, akkor megértse, hogy mi a számára a feladat ma. És Isten azt akarja, hogy te légy Krisztus Jézusnak jó bizonysága, légy jó katonája vagy vitéze. De ki lehet jó katona? Ki lehet jó katona Isten országába? Az lehet katona Isten országába, akit már besoroztak.
Hogy lehet valaki besorozott? Fiúk, tudjátok-e? Nagyon fiatalok vagytok. Régen volt sorozás. Egy sorozó bizottság előtt kellett megjelenni, és teljesen le kellett vetkőzni. Igen. Isten országában is így történik a sorozás. Le kell vetkőzni Isten előtt. Meg kell mutatni a csúfságodat, a rúdságodat, amit takargatsz mások elől. Az apád előtt, az anyád előtt ezen lehet mosolyogni, de a lényegen nem változtat. Lehet vigyorian fogadni Isten országát, csak lehet, hogy elveszel. Lehet, hogy elveszel. Isten országa nagyon-nagyon komoly dolog. És csak az lehet vitéz, csak az lehet katona, aki Isten előtt levetkőzött. Aki megmutatta neki, ilyen vagyok, Uram. Ilyen vagyok, Uram, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem. Adj nekem új ruhát. Mert Isten országában a katonák új ruhát kapnak, egyenruhát kapnak. Van-e neked már tiszta egyenruhád? Van-e neked már tiszta egyenruhád, és besoroztattál-e már Isten országába? Nem számít, hogy gyönge vagy, kicsi vagy, erőtelen vagy, tudatlan vagy, nem ismered az élet dolgait, nem számít, a hadseregben meg fogod ismerni. Ha Isten táborába leszel, Isten csapatába leszel a kiképző táborba, ott mindent meg fogsz tudni, amire neked szükséged van. Ha nem leszel dezertőr. Ha nem leszel dezertőr. Be vagy-e már sorozva? Be vagy-e már sorozva? Ez a kérdés. Vagy eljársz ide a gyülekezetbe? Nagyon jó dolog, járj továbbra is. De a kérdés, az élet nagy kérdése az, hogy be vagy-e már sorozva, van-e neked új ruhád? Van-e neked új ruhád? És hogy nem-e vagy dezertőr, áruló? Aki elárult a fővezért, elárult a csapattagokat, a katonatársait, elárult a Isten országát, megalkudott a világgal, visszatekint Egyiptomba, de jó volt nekem, amikor még megtehettem bármit. Mint ahogy a Egyiptomból kivonult zsidó nép, hátratekintett, vágyakozott az uborkára, vagy ugorkára, kinek hogy tetszik, mert nekik fontosabb volt Egyiptom uborkája, mint a menny, a manna, amit Isten kínál számukra. És el is vesztek. El is vesztek, aki így tekint. Mert aki a zeke szarvára teszi a kezét, az ne tekintse hátra. Vége annak az életnek, ami eddig volt, mától új kezdődik a te életedbe, és ha megadod magad neki. Ha nem, akkor lehetsz jó vallásos, aztán majd jönnek az élet nehézsége, és akkor kipurcansz lelkileg, aztán jobb esetben oda kerülsz egy hívő testvérhez, aki segíteni fog, rosszabb esetben a hívő vagy a világ pszichiátriájára, aztán majd otthon ott teletömködnek mindenféle gyógyszerrel, és rájössz arra, hogy egy kiégett, értelmetlen életet éltél. Tudom, hogy van ilyen. Én 33 évig így éltem. Én országgyűlési képviselő voltam. Hát azt mondtam, Uram, hát te hogy szeretsz engem? Ilyen nagy kiváltságot adta nekem. Országgyűlési képviselő, a parlament legfiatalabb képviselője, meg jegyzője. Igen, hogy te hogy szeretsz engem? Soha nem az a kérdés, kedves barátaim, hogy Isten hogy szeret minket? Nem az a kérdés. Hát életét adta érte, hát hogy szerethetne? Az a kérdés, hogy te hogy szereted őt? Hogy kész vagy-e odaadni az életed érte? Úgy szereted őt, akkor szereted őt, hogyha azt mondod, Uram, nem én akarok mától lenni az én, hanem legyél te bennem. Az énem helyét foglald el. És ahogy bemerítő János is mondta, nekem alább kell szállnom, ő neki meg egyre nagyobbnak kell lenni benne. Igen, Isten országában a természetes növekedés az, hogy te egyre kisebb leszel, és Isten pedig lesz egyre nagyobb benned. Ez fordítottan arányos.
ahogy te zsugorodsz össze az egód, az éned, úgy növekszik benned a Krisztus. De ha te világot választod, akkor nem. Akkor ez nem fog megtörténni. Akkor sodródsz az árra, ha jobbra fúj a szél, jobbra fordulsz, ha balra fúj a szél, balra fordulsz, és nem Jézus Krisztuson, a kősziklán lesz az életed. De minden előzmény után jön a következmény. Erre azért készülj. Minden előzménynek van következménye. Amit ma elkövetsz, lehet, hogy nem holnap lesz a következménye, hanem holnap után. Egyik barátom, általános iskolát befejeztük, egy nagyon jó menő család volt, hát én már öreg vagyok, 42 éves, és tudom, hogy akkor, most megmosolyogtató lesz, akkor nem ez volt a trendi, mint most. BRG Magnó volt nekünk a cél, hogy ez legyen BRG Magnónk, és ez a fiú, mikor elballagott, megcsinálta a jogosítványt elsőként az általános iskolából, és a feneke alá tettek a szülei egy Warburgot. Igen, akkor ez volt, mosolygunk rajta, de akkor ez volt a szocialista Mercedes. Alá tették ez a Csaba, bömböltette a Magnót, a kis, nem tudom milyen kis kazettát bedugta, aztán szólt rajta Modern Talking, vagy nem tudom mi. És egyszer csak látom a Csaba mellett egy hölgy ül. Hát aztán autó, a zene, meg minden, és hát ez egy nagy dolog volt akkor. És aztán mi történt? Ez a lány teherbe esett. És Csaba fölvágott, hogy neki nője van, gyereke lesz, autója van, magnója van, minden. És azt mondta neki az apja meg az anyja, te ha megcsináltad, akkor vedd el feleségül. Nincs ám milyen, hogy egymás mellett élünk, akkor vedd el, vállalt föl. És mi történt? Elvette feleségül. És egy kutya-macska házasság romokba került az élethez, és ez a Csaba, aki jó menő családba származott, apja-anyja dolgos volt, gürcöltek, építkeztek, fóliájuk volt, paprikát termeltek, paradicsomot volt pénzük, mindenük volt. Ez a haszontalan ember meg mindent eltékozolt. Tönkre tette, kikészítette a családját, apja nem sokára rá meghalt, és ő vele meg mi történt? Ebbe a feszültségbe, amiben éltek a feleségével, elkezdett az alkoholhoz nyúlni. És barátom, az ördögnek elég csak a kis ujjadat odaadni, elég csak egy kicsit kompromisszumot kötni vele, az egész olyan, mint egy ipari húsdaráló, az egész életedet fogja bedarálni. És mi történt ezzel az emberrel? Tudjátok, mi történt? Meghalt. 3 éve temettük el. Alkohol, depresszió, kilátástalanság, elváltak, szétmentek, romokba heverő élet. És ott vagyok a temetésen, és látom a fiát, kiköpött apja, ugyanúgy cigizik már, 10-valahány éves. És azt folytatja, amit kapott. Barátom, hogyha te azt folytatod, amiben beleszülettél, lehet, hogy egy jó családba születtél Isten nélkül, akkor te is ilyen gyümölcsöket fogsz aratni. De Isten azt akarja, hogy válasz. Mert Isten döntésre hív mindannyiunkat. És egyszer az életbe, amíg tart a kegyelmi idő, döntenünk kell világ, Egyiptom vagy Jézus Krisztus. Döntöttél-e már? A döntés nem azt jelenti, hogy eljársz a gyülekezetbe, hanem személyesen döntöttél Jézus Krisztus mellett. Azt mondod, Uram, nem én, hanem most már te. Bocsásd meg az én tékozó életemet, és nevezd a bűnödet néven. Ezt akarja Isten. Ez a levetkőzés, így lehet Isten hadseregébe közkatonának lenni. Nevezd a bűneidet néven, szaggasd meg ne a ruhádat, hanem a szívedet. És fájjon neked a bűnöd, mert ha nem fáj a bűn, semmit nem ér a bűnvallás. Nagyon sokan vannak azt mondják, hát bocs Isten, hogy paráználkodtam. Bocsánat Istenem, hogy ezt csináltam, megloptam a szüleimet. Bocsánat Istenem, hogy beszóltam az anyámnak, az apámnak, bocs Isten. De a szívbéli szomorodás nincs benne, az egész csak szájjal kimondott semmi. Fájjon a szíved. Fájjon a szíved, amit Isten ellen, a környezeted ellen elkövettél. Fájjon ért a szíved, és szaggasd meg.
Csak így lehet. És amikor ezt megteszed, akkor Isten jön, a fővezér jön, megmos az ő vérével téged, ad neked új ruhát. És csak így lehet valaki harcos Isten országába, csak új ruhában lehet valaki harcos. Besoroz, de ott rend van. Ott nem lehet ez a hiába való élet, hogy egy ilyen langyos semmittevés. Isten országában van rend, van fegyelem, Isten országában harcosnak kell lenni az embernek. És tudjátok, hogy két fronton van a harc? Most Dél-Afrikában volt a beszédem, ott is erről beszéltem. Két frontos a mi harcunk. Tudjátok mi? Az első az a hitnemes harca. Minden nap megharcolni saját magammal, mert a legfőbb ellenségem az énem. Én vagyok a legfőbb ellenségem. Amikor azt mondja, de hát ez nem bűn, hát ezt nyugodtan megtehet, tehát mindenki ezt csinálja, a világ is ezt csinálja. Te is köpködhetsz, te is háborokhatsz, te is lophatsz, te is paráználkodhatsz, mert a világ ezt csinálja, ezért nem haragszik Isten. Hát ez a hit harc, hogy amikor jön a kísértő, akkor megállj, mert nem a kísértés a bűn. Mert az ólálkodó oroszlán mindig ott lesz, hanem az, ha megadod magad neki. Csak a kis ujjad elég. És az egész életedet betarálta. És ez mindennapos harcunk lesz az életünk végéig. Nem a bűn ellen harcolni, mert nem tudunk, ő mindig legyőz, hanem magamba megharcolni, hogy Istent válasszam. Minden helyzetben Istent válasszam, mert Isten tud engem megmenteni, kimenteni, amiben vagy, abból fölemelni. És a világ milyen? Ott voltunk Dubajban. Hatalmas felhőkarcolók. Légkondicionált a buszváró, ami nálunk egy ütött, kopott, konzerves doboznak tűnő bódé, az ott légkondicionált minden. Benyomsz egy gombot, beállsz és jön rád a hűvös. Kint 35 fok van, meg 43 fok van, bent a buszmegállóban 22 fok van. Aztán megyünk a metróba, nem olyan, mint itt Pesten, nincs sofőr. Hát nem csak a metrókocsi hűtött, hanem az oda vezető folyosó is. Mozgó utcák vannak jóformán, rász és mész. Csillog, villog, szuper autók, itt van ez a 7 csillagos luxusszálloda, meg minden. Olyan csodálatos, hogy Isten megmutatta nekünk Dél-Afrikát, a menny hangját, ahogy énekelnek, dicsőítik az Urat ott abban a misszióban, és utána megmutatta a világot. És olyan jó, hogy nekem nem kell ezt a világot szeretnem, amiben vagyok, hanem választhatom Istent. És te se szeresd ezt a világot, amiben vagy, mert ha ezt szereted, Jézus Krisztus nem lehet a te fővezéred. Aztán mit mond még Isten? Azt mondja, hogy vállald a szenvedést. Nem ígéri Isten, hogy a mi életünk szenvedés nélküli élet lesz. Nem ígéri ezt sehol. Igazából mi is szenvedtünk 12 órát a hófogságába. Imádságba odaborultunk. Uram, Uram, mutasd meg, hogy mi ezzel a te terved. Látjátok? Mi Dubajból ideértünk, a meghívott lelkipásztor meg Budaörsön nem ért. Nem tudjuk, hogy Isten hol akar bennünket látni, de ha engedelmes vagy, akkor oda vezet, ahol lenned kell. De ne te mondd meg. Ne legyél olyan, mint Jónás, akkor Tarszusz. Nem, Isten azt akarja, hogy te Ninivébe menj. Igen, mert itt ez az igében is benne van, hogy amit hallottál sok tanú jelenlétében, az bízd hű emberekre. Isten Jónásra is rábízta az üzenetet. Csak ő azt mondja, hát akkor megyek Tarszuszba, te mész ide-oda, de Isten meg azt akarja, hogy nem, te Ninivébe menj. Én úgy terveztem, hogy ma a gyerekeimmel otthon leszek, de azt mondta Isten, hogy nem, neked Győrbe kell lenned. És Uram, ha így akarod, akkor így Győrbe leszek. De azt tudtuk már, mikor Győrbe voltunk, valamiért nekünk itt kell lennünk. Valamiért nekünk itt kell. És nekünk a harcosnak nem lehet beleelegyedni a világ dolgaiba. Ahogy mondtam, ne vágy te uborkára, mert lehet, hogy Isten neked ananászt akar adni. És mennyivel finomabb. Én régen nem szerettem az ananászt. Amióta Dél-Afrikában vagyok, azóta szeretem, mert ennek nincs ilyen bakelit íze. Annak igazi íze van. Nem ilyen kényszerérett, amit még kiskorában beraknak a vagomba, vagy nem tudom, a konténerbe, aztán mire ide ér, addigra megérik.
annak íze van. És Isten azt akarja, hogy a keresztény embernek íze legyen, sava, borsa legyen, mert lehet látni az egyház nyomorát, üresek a templomaink, mert mit lát a világ? Azt látja, szontyolodott emberek jönnek ki a templomból, nézik a egyházi magazint, mutatják a régen 1700-as években épült gyönyörű templomot, üresen. De nem látnak örömteli hívő embereket, mosolygós, vidám embereket, akik tudják, hogy Isten már a mennyországba belehelyezte őket. Ez a baja a mai társadalomnak. Lehet, hogy a politikusaink azt mondják, halljuk, reggel óta hallgatjuk a rádiót. Már kívülről el tudom mondani a híreket, amiket ma voltak, mert minden órában hallottuk. Isten azt mondja, hogy ne sodródj te a világgal. Lehet, hogy ezt mondják a vezetők, meg ilyen jó dolgokat mondanak, hogy majd, ha a gazdaságunk ilyen jó lesz, meg olyan jó lesz, akkor majd lesz itt gazdasági, meg társadalmi fölemelkedés. Nem, kedves barátom, tudjátok, mikor lesz társadalmi fölemelkedés? Amikor te belőled katona lesz. Amikor te hű, Krisztus vitéz leszel. Mert Istennek kedves, hogy bennünket használjon arra, hogy az üzenetét, az ő szeretetét belevigyük a világba. Igen, igen. Nem a mammon fog fölemelni bennünket, ugye nem gondoljátok komolyan. Amit láttam Dubajba, sajnálom őket, mert polyva és pozdorja. És mondják, hogy a tízes földrengést is kibírják azok a 828 méter magas Al-Khalifa felhőkarcoló. Nem láttam a tetejét. Felhőfött a tetejét. Hát mondom, erre Gábor mondja, az operatőr barátom, hát hogyha ez tízesre van tervezve, akkor Isten adhat 11-es földrengést is. Igen. Amit Isten akar, azt ő el fogja sodorni, el fogja törölni. Ha a te életed nem a Krisztus fundamentumára épül, akkor te el leszel sodortatva. Lehet, hogy most jól érzed magad a világnak a bájába, kényelmében, szépségében, örömében, jól érzed magad abban, amiben vagy, de ha nem Krisztus fundamentumán áll a lábod, te már most egy elveszett ember vagy, és addig az is maradsz, amíg nem döntesz Krisztus mellett. Igen. Addig az is maradsz. És tudjátok, hogy mikor van a döntésre alkalmas idő? Most. Most. Amikor én megtértem, fél évre rá kezembe meghalt egy asszony. Polgármester vagyok, egy önkormányzati rendezvényen, kidől egy néni a padsorból, odarolnak, kezembe elkapom és meghal. És tudjátok, mit értettem meg? Gyerekkorom óta rettegtem a halottaktól. Hogy a félelmeinket Isten sokszor azáltal győzi le bennünket, hogy belevisz azokba a helyzetekbe, amiktől félünk, hogy föloldja bennünk. És ott fogom ezt a nénit a kezembe, halva, meghalva, összetörve, én magam is. Uram, miért kapom én ezt? Hát ezen rendezvényen 300-an voltak, rajtam kívül, meg a nénin kívül még 298-an. Miért pont az én kezembe kellett meghalnia ennek a néninek? És tudjátok, mit értettem meg? A célból, hogy ember halásza akar tenni engem. Lehetek én jó polgármester? Építhetek én akár felhőkarcolókat is, iskolát, óvodát, csatornaházatokat, utakat, te is lehetsz a legjobb tanuló, akármit tehetsz az életedben, jó ügyvéd lehetsz, vagy amit Isten indít, jó dolog, hogy abban a legjobb leszel, mert Istennek nem lehet odaadni a silányat, a zsengét kell, a legjobbat kell Isten országába az övéinek adni. De az elsődleges szempont, a lélekmentés, az emberhalászás. És ez nekem egy nagy tanuló példám volt, egy ember életébe került. Hogy megtanítsa nekem ezt Isten, hogy te az én polgármesterem vagy. Neked az a feladatom, hogy embereket halász. Igen. Neked az a feladatod, ha te gimis vagy, hogy elmondd az öröm üzenetet a gimis társaidnak. Hogy amikor téged látnak, lássák meg Istent. De hogyha egy bulizós, ilyen félváron megyek dicsőíteni meg minden, közben az életem meg nem dicsőítés, akkor az egész fabatkát nem ér. Akkor az gyalázatot hoz a Krisztusra,
ha az életem, a hétköznapi életem nem az üzenetét hordozza az Istennek, hanem sodródunk a világa, mert a haverok ugyanezt csinálják, akkor én is ezt tehetem. Nem teheted meg azt. De saját erőből nem megy. De Krisztus által igen. Amikor minden nap adod magad neki. Mert Isten azt akarja. Isten azt akarja, hogy légy jó vitéz. Aztán itt van a másik kép, a 2 Timóteus 2-t, majd azért ti is olvassátok el. Hogy azt mondja a másik képbe, hogy légy jó, hogy nem kap koronát az, aki nem versenyszerűen küzd, aki nem szabályszerűen versenyez. A szomszéd faluba él Vajda Attila olimpikon, kajakos. És látom Attilának a kigyúrt muszkliait. Tudjátok, mit értettem meg? Hogy az olimpiai bajnok nem attól olimpiai bajnok, hogy azt a 4 percet levezi, hanem attól olimpiai bajnok, hogy keményen küzd. Hogy ez csak a látványos része az a 4 perc, amikor megnyeri a futamot. De előtte 4 évet gyúr rá. Előtte 4 évet gyúr rá. Isten nem azt mondja, hogy ilyen látvány keresztény legyél, hogy neked milyen jó, szuper, hanem keményen küzdj. Dolgozz, építs, tanulj, amit Isten rád bíz, azt végezd el szabályszerűen. Gimiseknek tartottam előadást egyszer, és mondja az egyik lány, hogy most már megyek, és mondom, hát hova sietsz? Azt mondja, még átnézem az angolt, mert holnap dolgozatot írunk. És mondom, de tanultál rá? Hát majd Isten megsegít. Tudod? Mondom, ezt felejtsd el. Ne az, hogy Isten megsegít, azt ne felejtsd el. Hanem azt, hogy te erre építs. Mert a mi részünket is meg kell tenni azért, hogy Isten megdicsőjön a mi életünk. Nem csak ilyen a kívánság teljesítő automat, hogy hát uram, jöjj, most segíts, mert most dolgozatot írok, mert most nekem ez van, mert most elfogyott a zseppénzem. Mert ez Isten gyalázás. Ez Isten gyalázás. Ami a te részed, azt neked meg kell tenned, a 2 haladat az 5 kenyeredet. Neked is bele kell adni a műbe. Igen. Ami tőled tellik, az, hogy a dolgozatra tanulsz. És nem puskázol. Nem, ami tőle telik, az azt jelenti, hogy akkor megírod a puskát. Nem, nem. Ez nem a szabályszerűen való küzdés. Nem, ez a könnyebb út. És Isten soha nem a könnyebb utat választotta. Képzeljétek el, Jézus Krisztus a könnyebb utat választja, és nem vállalja a keresztet. Akkor nem lenne üdvösséged. Akkor jó, összejöhetnénk egy klubtársaságként, és beszélhetnénk a semmiről. Nem. Ő a keményebb utat választotta, és az ő gyermekeit tudjátok, miről lehet fölismerni? Hogy hordozzák a keresztet. Nem pakolják át a másikra, hanem ők maguk fölveszik minden nap. És ez a harcos élet, ez a szabályszerűen való küzdés, hogy én nem csinálom azt, amit a világ csinál. Nem sodródok az áramlatokkal. Nem sodródok a politikai széljárással, mert engem Jézus Krisztus a kősziklára állított, és nekem ott a helye. És a versenyző küzd, gyúr. És sokszor a világban lévő nehéz helyzetek a mi harcmezőnk. Amikor mi is megtettük volna, hogy a kocsiba zsörtölődünk, morgolódunk, káromkodunk meg türelmetlenek vagyunk, de urunk, most itt vagyunk, és tudjuk, hogy te látsz bennünket, ezt az elárvult 3 gyermekedet. De nagyon-nagyon vigyázz, hogy mit kérsz Istentől, vagy mit panaszolsz neki? Elmondok nektek egy nagyon érdekes tegnap előtti történetet. Mielőtt állunk a reptéren Dubajba, és csekkolunk be, mi ott voltunk már előtte pár napot Dubajba, Gáborra ott találkoztunk a repülőtéren, és egy géppel jöttünk, és kértük a check-in pultba a hölgyet, hogy hát egymás mellé kérjük a jegyet, hogy ültessen bennünket egymás mellé. És azt mondta, hogy jöjjünk vissza 10 perc múlva, mert még nem nyitották meg a bécsi járatot. És majd integet nekünk. Hát mi leültünk a feleségem, és várjuk, hogy integesse a nő, miközben veszi a kis táskáját, és elvonul onnan. Na mondom, ez már nekünk nem fog integetni, legfeljebb mi integethetünk neki. Elment, ott hagyott, faképni hagyott, utána újra becsekkoltunk ebbe a hosszú sorba, végigálltunk türelmesen, úgyhogy ebben nem buktunk el. És utána mondja a hölgy, hogy hát már betelt, sokan voltak előttünk, betelt a hely, és nem tud
egymás mellé ülőhelyet biztosítani. Hát emiatt egy kicsit háborgott a szívünk, gondolom, én már 20 éve repülgetek össze-vissza a világba, de még ilyen nem volt, hogy aki mellé, mondjuk a feleségem mellé, hogy ne tudjunk együtt ülni. És amikor ide jöttünk, akkor is úgy kellett ilyen helycserés támadást végrehajtani, hogy a 8 órás utat Dubajból Dél-Afrikáig egymás mellett tudjuk ülni. És most meg háromunkat három fele ültetett. És hát azt mondta a hölgy, hogy próbáljuk meg a becsekkolásnál kérni ott, hogy valahogy pakoljanak át bennünket. És hát egy kis zsörtölődés volt a szívemben, hogy na majd akkor ennek a kiintézte a repülőjegyünket, jó, megírom azt, hogy hát miért csinál ilyet. De sokszor van úgy, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi elképzeljük, és Isten mégis jobbat hoz ki helyette. Hát a mi életünkben, Gábor életére ez a mai sztori nem vonatkozik, de odaállunk és oda megyünk a checking pulthoz, amikor már kérik a beszállókártyánkat, és azt mondják, hogy hát Mr. Molnár úgy gondolja a légitársaságunk, hogy respektálja ezt, hogy ez az ő hibájuk, és hogy business classon tudna helyet biztosítani hazafele jövet. Hát, köszönjük. Ugye szegény Gábor szenvedő alanya volt, de mi a jobbik részt kaptuk Istentől, és business classon, dupla olyan széles ülésbe, benyomtam egy gombot, el tudtam feküdni, meg minden. De hangsúlyozom, nehogy ezt jegyezzétek meg az előadásban, mert Isten nem a kényelmes életre szül bennünket újjá, hanem a harcos életre. Isten harc. Csak azt mondom ezzel, hogy sokszor a nehézségekből hozza ki a legjobbat. A sok nehézség által. Nincs nehézség nélkül győzelem. Kajakozni is az tud első lenni, aki kész arra, hogy gyúrjon, edzen, odaadóan végezze a feladatait. Csak az tud győztes lenni az olimpián is, Isten harcmezén, aki szabályszerűen küzd. És én egy falusi gyerek vagyok, egy Szeged melletti kisfaluban vagyok polgármester, a harmadik kép pedig a földműves képe. Azt mondja Isten, hogy a földművesnek kell először a termésből részesülnie. Tudjátok, hogy milyen csodálatos az, hogy egy kisfaluban élek, és látom a gazdákat. Látok jó gazdákat, és látok rossz gazdákat. A jó gazdák azok dolgoznak, kőkeményen küzdenek. Mit csinál a gazda? Hát először szánt, ugye? Fölszántja a földet, hogy meg tudja porhanyítani, aztán megtrágyáz, hogy legyen tápanyaga, amiben majd a belevetett mag beágyazódik, és magába tudja szívni a kalóriát, meg a tápanyagokat, az ásványi sókat, és ugyanez a hívő ember élete is. Földműves élet. Tudja, hogy neki szántani kell, amikor szántani kell. Tudja, amikor kell, akkor vetnie kell, aztán öntözni kell, gasztalanítani kell, mert a gyomot azt nem kell vetni, azt a mi életünkbe se kell vetni, az jön magától. Az gyomtalanítani kell, és a földműves tudja. Kapa, kiskapa, lehet, hogy ásó vagy csákány, mert vannak nagy kövek, amik még ott vannak az életünkben, attól is meg kell szabadulni. Azokat ki kell szedni, hogy a földünk az jó legyen, jó alap legyen. És az életünk is akkor lesz jó, hogyha ezeket megtesszük, hogyha kell, akkor szántunk, ha ketünk, kell, akkor vetünk, aratunk, öntözünk, és valamit tudnunk kell, hogy az áldást az Isten adja. A mi részünkről mindent meg kell tenni ahhoz, hogy eredményes, boldog, békés, gyümölcsöző életünk legyen, de az áldást az Isten adja. És most gondolkodtam el, nem régen mondtam is a feleségemnek, hogy most jöttem rá, hogy mi is az áldás. Hogy mi is igazából, mit jelent az, hogy áldjon meg téged az Úr. Azt értettem meg ebből, hogy hát én nem vagyok teológus, nem is végeztem még bibliai iskolát se. Én csak azt értettem meg, amit úgy Isten a fejemre koppint, és akkor rájövök arra, hogy hát ez nekem szól. Nem menekülök előle. És ez egy jó státusz, hogyha tudod, hogy neked szól. Azt értettem meg belőle, hogy az áldás az, amikor Isten mind a lelki életedre, mind a testi életedre gondot visel. Gondja van rád. Nem jelenti az, hogy mindig töltött káposztát fogsz enni, amit szeretsz. Lehet, hogy néha meg kell enni a spenótot is. Mondjuk nálunk, én nagyon szeretem a spenótot, nálunk fordítva van.
úgyhogy nekem ez nem probléma. Lehet, hogy nem mindig úgy alakulnak a dolgok az életedbe, ahogy te szeretnéd. De engedd, hogy Isten vezessen a nehézségek által is, mert a nehézségekből tudja kihozni a legjobbat, és azok a nehézségek, azok a féregtelenítések. Amikor Isten látja azt, hogy neked még mik a problémáid, és belevisz bizonyos nehézségekbe, hogy Isten megszabadíthasson belőlük. Hogy Isten, amikor a Bibliát a kezedbe veszed, akkor tükröt tart eléd. Hogy megmutassa, hogy ki vagy te valójában. És merj belenézni ebbe a tükörbe. Mert csak akkor lehetsz katona, akkor lehetsz vitéz, akkor lehetsz versenyző, akkor lehetsz földműves, ha kész vagy belenézni nap mint nap a tükörbe, amikor nap mint nap oda tudod adni az életedet, hogy Uram, nem én, hanem te. Cselekedd meg bennem, velem, általam azt, amit a világban meg akarsz cselekedni. De Uram, először rajtam kezd. Mert nagyon jó dolog azért, hogy imádkozunk, hogy adj Uram Magyarországon ébredést. Ki nem imádkozza ezt hívők közül? Mindenki. Adj megtért hívő vezetőket. Ki nem imádkozza? Mindenki imádkozza. De addig, amíg a templomos nép, a gyülekezetekbe járó nép nem ébred rá arra, hogy feladata van ebbe a világba, addig, kedves barátaim, ne ábrándozzunk arról, hogy fölébred a világ. Bár Istennek nincsenek sztereotípiai. Lehet, hogyha mi nem fogunk prédikálni, Isten népe, akkor majd fognak a kövek. Akkor majd fognak a politikusok, polgármesterek, ki tudja mi. De Isten azt szeretné, hogyha az ő népe, az ő képviselője lenne. Bátor katonája, aki nem rejti el, nem titkolja, nehogy megtudják, hogy én hívő keresztény vagyok, vagy gyülekezetbe járok, mert mit szólnának a haverok. Hát ez nem olyan trendi ma Magyarországon hívő kereszténynek lenni. Hát ha elrejted, ha nem vallod meg, akkor Isten se fog téged megvallani. Akkor azt mondja, hogy hiába mondtad te azt, hogy Uram, Uram, nem ismerlek. Nem ismerlek. Ha te csak vasárnap vagy keresztény, akkor te nem vagy keresztény. Az ezt őszintén ki kell mondani. Ha neked csak a jó zene kell, meg a buli, meg a dicsőítés, de nem kell maga az Isten, akkor az egész fabatkát nem ér. Nem becsülöm le. Nagyon tetszett a szolgálat, nagyon fontos a szolgálat, de fontosabb a szív, hogy mi van a te szívedben. Kedves barátom, mi van a te szívedben? Ne menj úgy el ebből a teremből, hogy nem tartasz ma önvizsgálatot, hogy mi van a te szívedben, vagy ki van a te szívedben, vagy benne lakik-e az élő Krisztus a te szívedben, lakozást vette Krisztus a szívedbe. Ha enélkül elmész, és nem tart a szönvizsgálatot, és nem mondod, hogy Uram, az én szívemben a világ van, az én szívemben a haverok vannak, de nem te vagy, akkor te elveszed vagy addig, amíg ezt ki nem mondod. És lehet, hogy az idő telik. Lehet, hogy Isten hív egyszer, kétszer, háromszor, azt mondja, hogy te oktalan vagy, nem lehet téged tanítani, akkor te járt tékozó fiúként a te életedet, és majd találkozunk a moslékos vájúnál, ami nagyon kemény lesz. Engem is hívott Isten, nem adtam magam neki. És oda kerültem a moslékos vályóhoz. Kikerültem a parlamentből, elfogyott a pénzem, semmim nem lett, összedőlt minden az a hamis világ, amit én építettem, és még a feleségem is elhagyott, már régi barátok is, már senki nem volt, csak a kutyám maradt. És akkor rájöttem arra, hogy ez a világ, amit én építettem, bolyva és posztorja. Bolyva és posztorja. Te mit építesz? Te mit építesz? Te milyen világot építesz? Magadban, a vágyaidban, az álmaidban, a barátaidban. Te mit építesz? Ez a ma kérdése. És hogyha a világot építed, akkor légy ma harcos, és harcold meg magadban a hitnemes harcát. Számolj le a világgal, öldököld meg a benned lévő bűnt. És egy utolsó gondolat, ami még talán nagyon fontos, és befejeztem. Van egy barátom, azt mondja nekem, te Robi, amikor jön a bűn, akkor én úgy kiüldözöm a bűnt az életemből, mint a kóbor kutyát, amelyik bejön a kertembe. De mondom, figyelj ide, ha te a kóbor kutyát kiüldözöd, az visszajön, azt a kóbor kutyát meg kell öldökölni.
A bűnt meg kell öldökölni. Ha te nem gyűlölöd a bűnödet, akkor a bűn fog téged megöldökölni. Nem babra megy a játék. Az életedről van szó. A te életedről van szó. Öldököld meg a benned lévő bűnt, és amely rád tör. Folyamatos harc. Bűngyilkossá kell nekünk lenni az életünkben. És amikor látjuk a másik bűnét, akkor sem maradhatunk szótlanok. Nem nekünk kell őket elítélnünk, de a helyzetet meg kell ítélni. És sokszor ebben tévednek a hívők. Azt mondják, ne ítélkezz, hogy ne ítéltess. Igen, ez valóban igaz, de a bűnt meg kell ítélni. És akkor látod, hogy a társad mit csinál, akkor el kell neki mondani. Nálunk volt olyan példa az én esetemben, hogy elmondtam neki, hogy ha így folytatod tovább, a híd alá jutsz. És el kellett mondanom. Nekünk el kell mondani, ha látjuk a másik embert, hogy te, ez így nem jó, de elsősorban magammal kell szembesülnöm, és magammal kell tudatosítanom, ha így halad az életem, annak a vége a pokol. Válasszátok ma az Úr Jézus Krisztust, és ő is választani fog benneteket. Köszönöm, hogy lehetünk harcosok, versenyzők, meg földművesek. Hajrá! Köszönöm! Imádkozzunk! Urunk, jövünk eléd, látod a mi szívünket, látod, hogy mi van benne, mi sajog a mi életünkbe, mik a fájdalmaink, mik az örömeink, Urunk. Add Istenem, hogy a mi örömünk az legyen, hogy téged választhatunk ma is, hogy te hívsz bennünket, mert először te hívod a tieidet, Urunk. Kérlek, Atyám, hogy szólj hozzánk ma is, és add Istenem, hogy ne menjünk úgy ebből a teremből haza, hogy ne rendezzük veled az életünket. Kérlek, Atyám, hogy adj nekünk bátorságot szembenézni önmagunkkal, belenézni a tükörbe, a Bibliába, szembesülni az igehirdetésben azzal, hogy hozzánk szóltál. Ne engedd, Uram, hogy elmeneküljünk ma előled, és ne engedd, Uram, hogy az életünkben, amikor szólsz hozzánk, akkor elhessegessük a gondolatot, hogy nem is hozzánk szóltál, Urunk. Köszönjük, hogy neked mindannyiunkkal személyre szabott terved van. Így áldj meg bennünket ma is, Urunk, a drága nagy nevedért. Amen.